Nem a sikereinkben különbözünk egymástól, hanem abban, hogy mit teszünk érte. A siker és az eredmény sejtetheti azt, hogy milyen folyamatokon menték keresztül, hogy meglegyenek, viszont nem mutatja meg, hogy mit tettél érte. Egyáltalán nem olyan konkrétumokról szeretnék beszélni, amire az emberek vágynak, hogy ha azzal a tudással rendelkeznek, akkor ők is sikeresek, gazdagok lesznek, hanem egy olyan átfogó gondolkodásmódról, amely minden sikeres embernek az alapját képezi. A siker tehát egy folyamatnak a csúcspontja, itt kapod meg az eredményt, nem kaphatod meg csak úgy, hogy egyszer csak itt van, hanem a végig kell járnod valamit, és a végén megkapod azt, amire vágytál. Hát vagy valamilyen hasonlót, amit éppen sikerül, de az is lehet, hogy ez jobb, mint amire eredetileg gondoltál. Tehát egy folyamaton mész keresztül, és ennek a folyamatnak rengeteg szereplője lehet. Klasszikusan azt mondhatnánk, hogy fókuszáljunk valamilyen egyetlen tevékenységre, és azon a tevékenységen belül szerezzünk elegendő információt, és ha azt megkapjuk, és végrehajtjuk a feladatokat, akkor sikert fogunk elérni. Ez igaz, és szükséges is, hogy így tegyél. Viszont a folyamat oldaláról nézzük ezt az egészet, és elfelejtünk minden olyan konkrétumot, amelyeket bele szoktunk helyezni ezekbe a folyamatokba, mint például, hogy mi a szakmád, mit végzel, milyen tárgyat akarsz eladni, mit akarsz érvényesíteni, milyen tehetséged van, akkor eljutunk egy olyan problémához, ami minden nap a szemünk előtt van, csak nem vesszük észre. A problémának az egyik megjelenési módja, és ennél a vlognál maradjunk csak ennél az egynél, az az, hogy hogyan tartsd fent a figyelmet, hogyan maradj érdekes állandóan a környezet számára. Önmagában az állandó szó egy olyan akadály, amelyet nem tudsz fenntartani, de mégis arra van szükséged, hogy folyamatos figyelemfelkeltést okozzál a környezet felé, hogy a környezet érdeklődjön irántad, hogy kelljen az, amit te tudsz. Mert csak akkor fog tőled a környezet bármit is befogadni, hogyha érdekes vagy számára. Tehát a kulcs szó a figyelemfenntartás, és ennek az egyik eszközét szeretném bemutatni. Az teljesen érthető, hogy akkor, amikor csinálsz valamit, akkor éled az életedet, mozogsz valamiben, és abban vannak élményeid, ez lesz maga az élet, tehát az a élményrendszer. Az egyik ilyen életed lehet az, hogy egy családban élsz, és a családban megvannak a folyamatok, és ezek a folyamatok a szeretettől kezdve a különböző konfliktusokon keresztül tulajdonképpen élményekhez juttatnak téged, és ezért a családhoz tartozó leszel. A másik életed például a munkahelyed lehet, ahol valamit megtanultál, és valamit elvégzel, konkrét feladatokban megfelelsz, és ezeket a feladatokat, ha elvégezted, siker élményeket kapsz, és az élményrendszer ezeknek a sikereknek fogják megadni a te szakmai karriered. Ugyanígy lehet még egy másik életed, például a hobbid, amiben szintén ki tudsz teljesedni, és oda is információt és energiát tudsz befektetni, és kinyerni élményekben, tehát ez is egy komplett, komplex élet lesz. Ha már ezt a három dolgot teljes értékű életként tudod megjeleníteni az életedben, akkor te szerencsés vagy. Az egyik élet fogja segíteni a másikat. Az a legjobb, hogyha az életek között van valamilyen kapcsolat. Nem elég az, hogy ez mind a te életed és te vagy a kapcsolat, hanem fontos, hogy az egyik életnek az eredményét transformálni tudjad a másik életbe, és azt akár a harmadikba és vissza bármelyik irányban, vagy hogyha több ilyen életed van még ennél is, akkor azokban is meglegyenek ezek az összeköttetések. Mit jelent ez? Ahhoz, hogy megértsük, ugorjunk ki egy példára. Megismerkedsz valakivel, aki csak a szakmájának él. Te szintén csak a szakmádnak élsz, és ez a két szakma mondjuk azonos. Van egy azonos érdeklődési körötök, és meg fogjátok érteni egymást, viszont a sok információ csere után egyszer csak nem tudtok egymásnak új dolgokat mondani. Ha neked van egy másik életed, ami kapcsolódik mondjuk ehhez a szakmához, akár a hobbid, akkor új információk jelennek meg a kapcsolatotokban, amely a másik ember számára még nem létezett. Ha jól transformálod a hobbitból az információkat a munkádba, akkor az az ember folyamatosan figyelni fog rád, mert hiába ugyanaz a szakmátok, és hiába már telítődtetek a szakmai gondolatoktól, ez egy teljesen más aspektus nézőpontot fog megadni nektek, főleg neki, és így érdekes lesz ugyanaz a szakma, amit ő végez, de tőled halva. Ha te a hobbitban fejlődsz, és új eredményeket leraksz, és azokat a tapasztalatokat mind le tudod fordítani a munkádba, akkor te folyamatos figyelmet tudsz felkelteni a másik ember számára. Akár a családi életedből is leszűrhetsz olyan tapasztalatokat, amelyeket át tudsz vinni a munkádba, vagy a hobbitba. Ilyen például az, amikor a gyerekeddel foglalkozol, és megfigyeled azt, hogy a gyereket hogy reagál a különböző viselkedésedre. És ha ebből tanulsz, és a gyerekeddel megváltoztatod a viselkedésedet például,
például, és jobb eredményeket, jobb kapcsolatot tudsz létrehozni vele, akkor ezt mind lefordíthatod a munkahelyi szakmai kapcsolataidra, és ott is érvényesítheted ugyanazt a fejlődést, amit a családban elértél. Nem csak boldog gyerek, boldog apja leszel, hanem sikeres üzlet, gazdag tulajdonosa is. Ha sikert akarsz, akkor mindenképpen egy folyamatban kell legyél, mert a siker a folyamatnak a csúcspontja, a folyamaton viszont állandó figyelemfelkeltésre van szükséged, ezt pedig úgy tudod elérni, tehát, hogy egyszerre több életet élsz, és ezekből az életekből egyikből a másikba áttranszformálod az eredményeket. Az eredményeket, mint megértés, tehát megértesz az egyik életben valamit, és alkalmazod a másikban is. Így lesz értékes a környezeted számára az, hogy több életet élsz egyszerre.